A múlt héten azért nem volt videó, mert a vizsgákra tanultam, de most már minden kipipálva, szóval csapassuk. Pár napja előkerült egy videó, amelyet szerintem már többen láttatok. Az elején még amúgy tök hitelesnek tűnt, aztán letöltöttem és ránagyítottam a videóra. És arra jutottam, hogy kamu. Habár az időben nincs ugrás, de az árnyékok egy adott ponton mégis ugranak egyet. Erről a videóról csak ennyit, a hőségről pedig annyit, hogy kibírhatatlan. A lábom egy tál hideg vízben van most is, bizonyítéknak pedig hallgassátok. A ventilátor pedig kivételesen azért nem megy, mert akkor az egész videó csak zúgna. Zúgna. Milyen furcsa ez a szó, hogy zúg. Zúgna. A minap épp pakuláztam a szekrényben, és megláttam valamit. Azt a könyvet, ami gyerekkoromban felkeltette bennem a túlvilág iránt mutatott érdeklődésemet. A hangomért egyébként elnézést kérek, nem tudom, hogy most vagy allergiám van, ami állítólag az orvos szerint nincs, szóval nem vagyok semmire sem allergiás, de mégis viszket a szájpadlásom, és mégis nagyon sokat tüsszentek egész nap, és folyik az orrom, és a torkom is fáj. Szóval betegség és allergia is egyben, szerintem, de az orvos szerint ez lehetetlen, mivel nincs allergiám. Na szóval ezt a könyvet körülbelül olyan 10 éves koromban kaphattam. A családi könyvklubból rendelte nekem mamó, de miért? Valószínűleg azért, mert már akkor is leszálltam a meséket, és jobban érdekeltek azok a dolgok, amelyek mai napig kérdést és vitát váltanak ki belőlünk. Úgy gondoltam, hogy ebben a videóban pár érdekességet fogtok hallani ebből a könyvből. Előre leszögezném, hogy lesz köztük olyan, amit én személy szerint nem tartok hitelesnek. De ez legyen mindenkinek a saját joga, hogy mit gondol egyéb dolgokról. Fontosnak tartom még leszögezni azt is, hogy nem kell, hogy mindenben egyetértsetek velem, és ez nem csak erre a videóra vonatkozik. Megértem, hogyha valaki teljesen máshogy vélekedik egy adott témáról, mint én. De én ezért is szerettem volna ezt a videót megcsinálni, és kb. Mindegyik videómnak ilyen szerepe is van. Hogy még több szemszögből lássatok valamit, és eldöntsétek, hogy ti mit gondoltok. De fontosnak tartom elmondani újra, hogy nem kell azt gondolnotok, amit én, vagy amit a könyvírója gondol, vagy amit a tanárotok, vagy amit a szüleitek gondolnak. Igenis legyen meg a saját véleményetek, és álljatok ki érte, mert ez tesz titeket egyedivé, és legfőbbképp inkább különlegessé. És ha valamit megtanultok a mai napon ebből a videóból, akkor ez legyen az. Nagyon sokszor történik velem olyan eset, hogy nem értek egyet valakivel. Hisz azért eléggé a társadalmunkban nem illő gondolataim vannak. Na de ezt inkább majd szerintem egy másik videóban folytatom, mert azért nem egy kis bolha ez a téma. Szellemek a múltban. A szellem fogalma már az őseink tudatában is jelen volt. Minden megmagyarázhatatlant, etikusan, de tudatlanságból egy természetfeletti dologhoz társítottak. Minden olyanra, amire ma már van tudatos magyarázat, azt ők egy transzcendens fogalomhoz társították. A vallás szerint a léleknek több oka lehet arra, hogy visszajárjon. Elsősorban az, ha a lélek nem nyeri el a paradicsomba vagy a pokolba a feljogosító engedélyt. Mások szerint, ha a test erőszakos halált halt, akkor a szellem nem tud szabadulni tőle. Főként attól a helyszíntől, ahol ez az erőszak történt. Vannak egyéb teóriák is. A lélek visszajöhet azért is, hogy barátot, családtagot figyelmeztessen veszélyre vagy jótettre. Az emberi természet azért valljuk be, hogy sokkal jobban szereti a drámás, krimis történeteket, és valahogy jobban is jegyzi meg azokat, amelyeket a nagymamák az unokáknak adtak tovább egy rémisztő, igaz történet formájában. Mit lehet látni? Több száz éves iratokban olvashatunk olyan feljegyzéseket, amelyekben a régi kastélyokban romok között kísértő szellem megjelent valakinek vagy valakiknek. A látványnak két fajtája van, az egyik, amikor különösebben a régebbi történetekben a szellem fehér ruhát visel. Közös jellemző még, hogy a kísértetek nem ismernek anyagi akadályt, tehát átmennek a falon, sőt olykor a megfigyelő testén is. A látvány másik alfaja, amikor az illető a saját ruháját viseli, ezen felül viselhet olyan jellegzetességeket, amelyek az életében jellemezték őt. Például egy lefejezett ember szelleme fej nélkül jelenik meg. Egyes beszámolók szerint a hóna alatt hozza a fejét. Ha felakasztották, akkor szakadt kötél van a nyakán, vagy ha valami betegség miatt távozott a világról, akkor a betegség külső nyomait hordozza. Ezen felül a mozgásuk is sokat elárulhat halálának előzményéről. Beszámolók szerint akadnak, akik mozdulatokkal, eszközök mutatásával jelzik, hogy megértsük sérelmük okát. Az esetek nagy része éjszaka rosszlátási viszonyok között történik, így nem csoda, ha mára már az eféle valós beszámolókat akkor sem veszik komolyan, ha nem egy jó szerkesztő program vagy az agyunktársítás funkciójának egyik szüleménye. Hol jelennek meg?
Sok megfigyelés alapján ki lehet jelenteni, hogy a szellemek ott bukkannak fel, ahol meghaltak, vagy ott, ahol életük jelentős mérföldköve történt, vagy évtizedeken keresztül a lakóhelyük volt az az adott helyszín. Ennek az elméletnek ellentmond, hogy nem látni szellemeket az ismert kivégző helyeken, börtönökben, Auschwitzban a múzeumok őrei nem jelentenek ilyen eseteket. Az az elmélet sem helyes, hogy ahol romok vannak, ott kísértetek is. Számos régi romos helyről lehet tudni, ahol soha senki nem tapasztalt ilyen jelenségeket. Más romos helyszíneken viszont rendszeresen bukkannak fel. Lehet, hogy létezik valamiféle rendszer a halál után, amiről fogalmunk nincs, és amely arra kötelezi a lelkeket, hogy egy ideig ne hagyja el ezt a helyet, vagy netán valami feladatot végez az adott helyen. Mikor jelennek meg? A közhiedelem úgy tartja, hogy a szellemeket legtöbbször éjszaka látják. Vannak, akik a régebbi babonák miatt az éjféllel hozzák összefüggésbe, mások az éjfél és a hajnali egy óra közti időszakot nevezik a kísértetek órájának. Holott nincs sok bizonyíték arra, hogy amikor az emberek még nem hordtak maguknál órát, valóban mindig éjfél után láttak volna jelenéseket. Persze a városokban, ahol a toronyórák és a harangok jelezték az éjfélt, ott már más lett itt a helyzet. Nem hallani olyan évszakos szellemekről, amelyek csak tavasszal vagy csak télen jelennének meg. Inkább a ciklus szellemek jellemzőbbek. Ezek olyan jelenések, amelyek pontosan egy év után, vagy egy hét után, vagy valamilyen katasztrófához viszonyítva pontosan időközönként történnek. Materializálódás. Egyszerűen anyagiasság. A könyvben van egy több oldalas rész, ami azt fejtegeti, hogy hogyan vagyunk képesek látni valamit, ha az az elmélet szerint képes átmenni a falon. Ahhoz, hogy lássuk, annak a testnek igenis egy fizikai anyagból kell lennie. Még akkor is, hogyha az az anyag egyfajta gáz. Ha hiszünk annak a több tízezer embernek, akik láttak már ilyen alakokat, akkor azt állíthatjuk, hogy valaki egy másik világban létezve is ugyanúgy meg tudja magát mutatni. Akkor is, hogyha nem áll olyan részecskékből a teste, mint nekem. Viszont aki átmegy a falon, az hogyan képes fenképeket szétszórni és tárgyakat megmozgatni? Erre a kérdésre én magam is szeretném tudni a választ, de lehet, hogy e tudásra még nem vagyunk elég érettek. Azt vettem észre, hogy ezek a tudományos könyvek csak ilyen morzsákban adják meg a választ. A könyv írója úgy válaszol meg egy kérdést, hogy egy kérdést tesz fel. Ahelyett, hogy megtudtam volna egy kérdésemre a választ, még pluszba egy ilyen kérdés pattan ki a fejemből. És ez ilyen XD érzés. Energiavámpírok. Nagyon fontos, hogy az energiavámpírság, mint fogalom, tudat alatt történik. Az emberek ezt nem ésszel, csak ösztönösen csinálják. Előfordult már szerintem mindenkivel, legalábbis velem elég gyakran előfordul. Hogy valahol leült mellénk vagy a környezetünkben egy idegen ember, és nem is tudtuk miért, de rosszul éreztük magunkat. És ilyenkor valami arra késztet minket, hogy menjünk el máshová. Az energiaveszteséget nem mindig érzékeljük azonnal, van, hogy csak később jelentkezik. Nálam általában mindkettő eset elő szokott fordulni. Régen a haveri társaságunkban, bármennyire is meglehető, igen régen voltak haverjaim, voltak energiavámpírok. És amikor beszéltem velük, volt olyan, hogy 10 percet vagy egy órát, úgy éreztem, hogy haza kell mennem és le kell feküdnöm, mert nem bírom. Viszont, ha sok plusz energiával rendelkező személlyel találkozunk, néha magunk sem értjük, hogy mi az, ami miatt minél tovább a környezetében szeretnénk tartózkodni. Ez azért van, mert ha mi nem is, de a szervezetünk már érzékelte, hogy tőle energiát lehet kapni. Azt tudni kell, hogy ha figyelünk valakire, akkor energiát adunk neki. Ezért is szeretünk például panaszkodni, hogyha valaki majd meghallgat minket, akkor mi azzal majd feltöltődünk. A suliba is azért vagyunk fáradtak, mert egész nap, lehet, hogy nem csinálunk semmit, csak ülünk a padban, de egész nap figyelünk. A tanárok pedig azért járnak be még betegágyon is tanítani, hogy energiát kapjanak, és ezért is nem szeretik, hogyha valaki nem figyel rájuk. Onnan ismered fel az energiavámpírt, hogy baromi sokat kérdez, és a válaszai is kérdésekből állnak. Szerencsére sikerült kiürítenem a környezetemből az ilyen embereket, de valahogy az univerzum törvényei alapján még mindig betalálnak. Sokszor csodálkozunk, hogy egy házas pár örökké veszekszik, mégis együtt maradnak. Eszükbe sem jut elválni. Azért, mert az egyikük plusz, a másik pedig mínusz, és szükségük van egymásra. A sok plusz energia sem mindig egy nagyon pozitív tulajdonság. Meneküljünk az olyan személyektől, akiknek a társaságában rosszul érezzük magunkat, és inkább olyan emberekkel töltjük a szabadidőnket, akik mosolyt és energiát hoznak a napunkba. Űrből jött járványok. Azt már tudjuk, hogy az élet az űrből érkező meteoritok miatt jött létre. A kutatók bebizonyították, hogy a szerves élet vándorolhat az űrben, és bizony vándorol is. Vannak tudósok, akik azt vetették fel,
hogyha az élet alapkövei tehetnek meg hatalmas utakat, akkor a betegségek, kórok és járványok okozói is. Számos középkori vagy későbbi nagy pusztító járvány eredete a mai napig ismeretlen. Nem lehet tudni, hogy mi kelthette a pestis járványokat vagy a kolerát. A mai kutatók alaposan átvizsgálták az egykori járványok leírásait, és kiderült, hogy az egykori kórok tünetei egyáltalán nem hasonlítanak a maiakhoz. A történelemben olyan járványok is vannak, amelyek soha többé nem jelentek meg. Márpedig, ha a földi kórokozók hozták volna a betegségeket az emberekre, akkor azok később is támadtak volna. Az is nagyon furcsa, hogy akkoriban a kórok nagyon gyorsan terjedtek el. Ma már nem furcsa, és pár alatt eljutottunk az egyik földrészről a másikra. De régebben ez korán sem volt ilyen egyszerű. Márpedig némelyik járvány olyan gyorsan terjedt el a feljegyzések szerint, ami még a mai utazási lehetőségekkel sem lett volna olyan rövid idő alatt lehetséges. Strada a temető fölött. Olaszországban az E13-as autósztráda egyik szakaszán alig telik el olyan hét, hogy ne történne valamilyen különös baleset. Egy év leforgás alatt 14-en futottak le a strádáról, a vezetők mindegyike csak kisebb sérüléseket szenvedett. Mindjárt azt állították, hogy nem aludtak el, és valójában még ők sem értik, hogy mi történt. A balesetek idején nem esett eső vagy hó, nem volt köd, az utak szárazak voltak. Viszont egy dolog közös volt a szerencsétlenül járt autósok között. Mindegyikük azt állította, hogy úgy érezték, hogy az úttest megemelkedik alattuk, és a pánik miatt félrerántották a kormányt. A környéki falvak lakói azt állítják, hogy egyszer két hadsereg csapott össze, és az áldozatokat tömegsírokban arra a mocsaras mezőre temették, amely felett ma az E13-as stráda halad. Sokan meg vannak győződve arról, hogy a halottak lelkei máig arrafelé bolyonganak, és nem lelnek nyugalmat, mert a földi maradványaik felett több ezer autó megy el nap, mint nap. A könyv ezen kívül még nagyon sok témát boncogat, és hogyha szeretnétek a folytatásban hallani a stoppos szellemről, a levitációról, a spontán négésről, a halottlátókról, akkor csapass a videóra nekem egy lájkot visszajelzésképpen, és akkor több videóból álló sorozatban kivesézzük a könyv témáit. Maradjatok továbbra is szerények, és ne engedjétek meg azt, hogy mások mondják meg nektek, hogy nektek mi a jó. Tartsátok meg szokásaitokat, nézzetek továbbra is Paxel videókat, puszi nektek kincseim, és sziasztok!